Vajon le tud buktatni a papagájunk a párunk előtt? Tényleg hasznos egy szoporrobot? FIFA pontokra költötte a 16 éves darts, majdnem világbajnok a pénzét. Golden Globe gála, te kinek adnád azt a díjat? Srácok, azon gondolkoztam, kerestem cikkeket a mai adásra. Találtam egy Lou Littler nevezetű 16 éves srácot, aki második lett a darts VB-n. Dartsozni szerettek? Én nagyon szeretek, meg egy sport van, amit most már csak egyetlen egy sportot tudok nézni, az a darts. Annyira tetszik. Mert öregszel. Nem tudsz, inkább egy darts, mint inkább egy formáját. Megnézek egy dartsot. Snooker, mert az hasonló. Lassú, szóval, hogy a darts az ugye dobja, és akkor 180, és akkor jön a következő, és akkor dobja. Nem, szóval, hogy a Forma 1-ben is azt nem szerettem, hogy mennek ott köröket, 70 kör, nem tudom mi. Jó, azt de ez bele, van más. A Forma 1 tipikus olyan, hogyha nem nézed, akkor ezt mondod, hogy mennek 70, azt unalmas. Egy picit változtatott az a helyzeten, amikor együtt kimentünk a Hungaroringre, mert ott azért tényleg az a munka, ami mögötte van, azt ott látja az ember. Meg azért, szóval, hogyha végignézel egy futamot, ott látod, hogy nem mindegy, hogy mikor cserélsz kereket, nem mindegy, milyen kereket cserélsz, nem mindegy, mikor hozol ki. Szóval nagyon komoly háttere van az egésznek, azt bevallom, de hogy így nekem a képernyőn sose jött át annyira egy Forma 1, csak darts meg igen, és most az a vicces, hogy amikor rákapcsoltam a darts VB-re, akkor kezdődött. Első meccs, amit láttam, az pont ez a Luke Littler volt, ja. És így a kommentátorok így nem értették, hogy basszus, ez 16 éves, és ilyeneket dob, úgy visszahozta a játékot. Mi az, hogy csal? Csal. Benne van a mágnes. Annó, hogyha mi annyi időt belefektetünk volna egy dartsozásba, mint amit mondjuk a GTA San Andreasba beletoltunk, azért mi a GTA-ban voltunk profik, ő meg lehet nem GTA-zott otthon, hanem dárcozott. Mi gondolkozhatnánk azon, hogy az a nyereményt, amit nyert, mire költsünk el? Gondolkozhatok-e már azon, és én igen, 200 ezer fontot nyert, de gondolkozhatok-e már azon, mert egy csomó ilyen interjú van, hogy amikor... Az a Twitch bevételünk. Amikor teniszezőknél láttam ilyen interjúkat, hogy megnyeri az első tornáját, vagy elindul az első nagy tornáján, és mondjuk már olyan összeget nyer, amit tudod, amit nem azt nem tudod elkölteni, bármennyi pénzt el lehet költeni, de amiből mondjuk úgy van, hogy ha veszel belőle egy luxus órát, egy Rolexet mondjuk, akkor is bőven marad. Tehát nem terhel meg, hogy mondjuk mit tudom, 5 millió forintért veszel egy órát. És én ilyenkor nekem eszembe jutott, hogy gondolkoztam ezen, hogy mit vennék, ha mondjuk sportoló lennék, élsportoló lennék, akár mondjuk dárcosok lennénk, és nyernénk 200 ezer fontot. Mennyi? 88 millió forint. 88 millió, itt 88 millió forint, most itt van a számládon. Ingatlan. Mit csinálnátok? Ingatlant vennék belőle, biztos. Szóval, hogy akár nem magamnak, de hogy vennék két kisebb lakást, amit kiadok később. Ez amúgy okos. Én a feléből vennék ingatlant, a másik felét meg valamilyen üzletibe befektetném. Az is jó, mert az üzlet hamarabb, visszatérül, nagyobb a rizikó, mert hogyha esetleg elkocsmázom, akkor meg ott az ingatlan, amit újra lehet kocsmázni. Ahol el lehet kocsmázni. Én is így vagyok vele, hogy az biztos, hogy autót nem vennétek belőle? Szóval az a legrosszabb befektetés. Az nem lehet befektetés. Nem a Model X-et vennéd. Nem egy Porsche-ba jönnék holnap reggel. A benzin. 40 millió van jó Porsche? Ja, van. Törött, használt, motor nélküli, motoribás. Ne, van, 40 millió van már, persze, pár éves Porsche. 32 millió a F-150 Raptor. Plusz egy benzinkuszkos. Igen, egy 10 millió legyen a sebetbe az évre csak a benzinre. Árulják, van egy magyar Bugatti, több is van, de egy ilyen Chiron, jól ejtem, Bugatti Chiront árulnak csupán 188 millió forintért. Tegnap néztem. Nézzétek el. Kertes ház. Ennyi. Egyébként nem, szerintem jól gondolkoztok, szóval én is, hogyha nagyon nagy összeg így beleesne a zsebembe. Akkor besétálnál a kaszinóba, és mindent a piros. Na persze, hát akkor legyen már dupla. Ezt is tudom, fekete vagy piros legyen. Nem, szerintem be kell fektetni a nagy részét, és akkor én egy picit biztos, hogy meghagynék a 88 millió, vagy picit meghagynék arra, hogy akkor ezt most... Elszórakozz. Aha, de mit tudom én, 1 milliót. Vagy, tehát, hogy a 88-ból 1 milliót. De ha jól tudom, a Luke nem 1 milliót szórakozott el. Igen, ő 88... Ja, az meg is vagy, mire költ? Meg. Na, tippelj! Na, most már 16 éves vagy, vett valami hülye játékot, vagy valami hülyeséget vett, valamilyen gyerekfejjel gondolkodom. Hasonló. Most. FIFA pontokra költöttem. Az egészet? Ne. Igen. FIFA pontokra költött. 90 ezer fontot rögtön elbukott, de ez az összes FIFA font. Szóval, hogy FIFA pontokra költött. Azt nyilatkozta, egy BBC-s interjú ez, megnéztem, egy BBC-s interjú, és azt nyilatkozta, hogy FIFA pontokra fogja költeni. A FIFA pontokkal tudod nyitni ezeket a kártyákat, amik a playereket ki tudod nyitni? Én nem tudom. Ebbe ezt én sem tudom, de szerintem igen, tehát a FIFA pontból tudsz venni minél jobb kártyát, de fifázok, utána azt de a kártyát el tudod adni? Úgy, mint a Cségóban, hogy nyitsz egy ládát, kinyitsz bele egy skint, és akkor azt el tudod passzolni. Nem tudom, kommentben van, tuti, én fifázok, csak nem mondjad. Annyi, hogy 40 millió forintot bukott, de nem, megkerülhetetlen adótörvény miatt. Szóval hát ez nem bukás. Igen, de hogy ne azt nem tudod csalni, az nem bukás. A 90 ezer, szóval a 200 ezerből 90 ezeret elbukott adóra. Az sok.
Az nagyon az sok, majdnem a fele. Igen, hát de ez itthon is így lenne. Nem, 15% a nyeremény adó itthon. Igen? Uh-huh. De ugye, hogyha fizetésedből... De a cégedre meg elmegy. Igen, ott meg elmegy a 45% a járulékokra. Egy akkor járulék, azt már ott van 60%. Nem is járulék, osztalékkal kihez. És mindegy. Akkor a többi gondolom az, amennyit így is felfoghatatlan mennyiségű pénzt költött, akkor ilyen... Nem is tudom, hogy lehet erre pénzt költeni? Szerintem játékban előre hagyott meg. Most 25-30 évesen beszélünk, de most képzeld el, hogy 16 évesen ennyi pénz beleülik a még túl fiatal vagy ahhoz, hogy felfogd szerintem a pénznek az értékét, meg hogy tényleg mit kéne vele kezdened. Elcseszte a FIFA pontokra, most nyitott két, nem tudom, aranykártyát, nem tudom, mik vannak ott, két jó kapus, meg Ronaldo kinyitotta, megy megint dárcozni, azt nyer megint. Mondjuk azért Szobosztai kártyáért megértem. Ja, mármint, hogy az más. Itt az akar inkább szerintem, hogyha belegondoltak, hogy 16 éves, hogy ő mondjuk 10 év múlva hogy fog játszani, hogyha most így játszik. És nem hagyja. Azért mondom, elmegy a kövi tornára, megvan a bukó. Kiürekszik dárcozásból. Ki tudsz öregedni? Most ezen nézelek dárcozásból. Van olyan, hogy az idegeid, a 30 felett, de a reflexed nem olyan... Szerintem a májad, mert annyit iszol. De nem, most komolyan. Nem, azok söciznek közben, meg azért iszogatnak a dárcosok. Szóval nem ihatnak közben, az biztos, mert hát versenyen meg doping, versenyen nem. De van alkohol, nem ihatsz meg egy sört közben. Versenyen nem. Komolyan? A pályán nem ihatod meg. A pályán nem ihatsz alkoholt, hát ez csak előtte nem dopingolhatsz, mert van ugyanúgy vizeletes doping teszt. De mit tudsz dopingolni? Hát mit tudom. Pörgető. Ilyen izét? Lehet, hogy ilyen taurint, meg nem tudom, mi az. Nem tudom, hogy egy dárcosnak mi lehet fontos. Tesztoszteront benyomni, átküldi a dárcnál. Szóval nem tudom, hogy mi lehet fontos, de ugyanúgy... Hát azért jobban koncentrál, hogy utcát felszív azért. Valószínűleg. Az simán benne lehet. Elmével irányít. Szóval ilyen tesztek elvileg vannak egyébként, de szerintem amúgy sérüléssel ki lehet esni az egészben. De hogy tudsz megbotlasz is emberkalát? Képzeld el, begyullad valami? Begyullad az itt amúgy a könyök kizületet. És dárcoztál már sokáig? Nem, viszont nekem volt az a tanulós videóm, a kártyákat dobtam célba, és az viszont nekem is beállt itt. Jó, de várjatok, azért egy Federer lenyom 10x évet a teniszpályán, úgyhogy azért egyik legpusztítóbb sport a tenisz, mert ez egy rángató sport, tehát rángat, ütsz, feszül minden a végletekig. Ha ott le tud nyomni 15-20 évet, akár egy, most sokat mondtam a végleteket, mondtam, de ennyit valaki egy karrier során, azért szerintem ez a sport nem a dárcot húzom le, de hogy azért ez nem annyira. Egy erőemelő is nyilván, aki 15-20 évet edz, gondolom a könnyebben kialakul neki egy sérv, vagy valami. Odafigyelnek arra, azt erősítik szerintem, ami mozog. Szerintem a itt az is közrejátszik, hogy azáltal, hogy te csak ezt csinálod, mondjuk most nagyon kizártuk azt, hogy attól még sportolhat. Valószínűleg. Szóval valószínűleg fog valami sportolni. Emeli a sörök. De hogyha mondjuk nem sportolna, és csak ezt csinálna, akkor kérdés, hogy mondjuk, hogyha tényleg csak ez az izomréteg dolgozik, és a testeden semmi más, akkor ott hogy, annak, te hogy van balanszba. Te tudja, járnak konditenembe, mert amikor én ilyen Eurosporton ilyen dárcra elkapcsolok, a legtöbbször, én is szeretem amúgy nézni. Sörhasuk van. Aha, hogy az a tipikus, aki lemegy a pubba. Szóval egyébként a kommentátorok... Színes haj, punkba. Imádom. Sör, igen, az valami híres srác az a színes hajú. A kommentátorok egyébként megszólták a végén, hogy azért nagyon szép jelen játszott, de hogy azért 16 évesen ilyen sörhassal kb. Mert az látszódik, hogy ez a tipikus ilyen angolos. Nem tudom, hogy tényleg azt hiszem Angliából származik. Na, mehetünk tovább, srácok? Zsa. Van egy nagyon jó, egy nagyon érdekes témám, kíváncsiak, hogy mi a véleményetek erről. Pár évvel ezelőtt, pontosabban közel 10 évvel ezelőtt volt egy cikk, ami Japánban pasi kölcsönzőről szólt. A pasi kölcsönzőnek az volt a lényege. Megszerelt otthon minden. Akár mindjárt. A kölcsön pasi akár vacsorát is főz, de az együtt alvásnál többet nem vállal. Ennek az a lényege, hogy nem a gugi-mugi, hanem... Nincs szex, hanem csak az, ilyen komfortérzetedet javítja, hogy ott alszik melletted? Mert ugye azt még elvállalja. Lehet, a pasi kölcsönzőből kibérelt férfi elkíséri a kuncsaftot vacsorázni, vagy éppen szórakozni, de akár az otthonában is főznek, és őt éjszakára is marad, de kizárólag csak aludni. Akkor itt csak a társaság a lényeg, hogy egy barát. Full friendzone. Igen. A cég szigorúan, nem csak friendzone szerintem, mert hogyha valakit elviszel egy eseményre, úgyhogy ott áll mondjuk kézenfogva vagy karöltve mentek, ez lehet egy picit ilyen lányokat képmutatás, is... Képmutatás. Hát ilyen, hogy mondjam, van ilyen partnerkereső, hogy azért idősebb férfiak, tehetősebb férfiaknak, ha nincs partnerük, kell valaki egy olyan rendezvényre, hogy meg kell jelenni, azért van olyan, hogy... Eszkortoknak ne menjünk el annyira, tehát nincs szek. De attól még biztos, egy eszkortot felbérelhetsz arra, hogy jöjjön el veled. És utána azt mondod neki, hogy hello. De szerinted, hogyha nincs partnered, tele vagy, és felbérelsz egy 10/10-es eszkortot, elviszed vacsorázni, kicsit betűtű kézzel, azt mondod, hogy nem tudok
így gondolkozni, csak kívülről. De mi van, hogyha alapból azért viszed el, hogy csak tényleg megmutasd, nem érdekel. Tegy, igen, ja. hogy mutatsz be egy ilyet? Most tényleg, hogy mutatsz? Sziasztok, ő itt. Szia, Lúza. Tegnap ismerkedtünk meg, pont. Az nem van barát. Zárva. És tegnap akkor csak élvezed a társaságot. De hogy akkor onnantól kezdve csak a társaságba gondolkodsz, hogy most nem arról van szó, hogy ő miért van itt veled, ő miért nem passzol hozzád. Szerintem ezt nagyon sokan csinálják a felső, csak nem vagyunk benne ezekben a körökben. És ennyire eljátszák egy estére, hogy ő a barátnőm, ő pár hete ismerkedtünk, nem jön le, hogy ő... Simán lehet, hogy lejön, de úgy vagy vele, hogy igazából annyira felszínesek az ottani ilyen felső körökben a kapcsolatok, hogy arról igazából, hogy és ilyenkor nem egyenesebb azt mondani egy társaságban, hogy mondja már úgyis furcsán néztek ki együtt, hogy hát ő itt van azért, hogy valakivel jöjjek, és hogy ne nem, legyek egyedül. Ezt nem mered bevallani, mert az a saját önbizalma, vagy de a miért? Saját képedet. De pont, hogy azzal, hogy bevallod, pont azzal igen. Veted le ezt a... Csillan, hát hogyha nem vallod be, akkor gáz. Szóval akkor a saját imidzsedet ízéled. Ha bevallod, hogy ő tényleg azért van itt, mert hogy nem akart egyedül ezzel jönni. Azt mondod, hogy nem vagyok elég ahhoz, hogy egyedül eljöjjek. Ezért kellett mellém valaki. De nem lehet, hogy az etiket megköveteli. Tehát, hogy olyan helyre mész, ahova tényleg bemész egy, hogy mondjam azért, mi is egy csomószor megyünk egy rendezvényre, egy csomószor mi az első kérdésünk, ú, tesó, hogy ugye jöttök, nem? Uh-huh. Ugye jöttök, mert nincs kedvünk ahhoz, hogy ott álljunk egyedül, oké, hogy mondjuk elmegyünk egy ilyen influ, vagy egy mit tudom én, valamilyen celebes rendezvényre. Nekem sincs kedvem ahhoz, hogy ott állok egyedül, és ez egy kisebb dolog most a felső vezetőkhöz képest, de hogy ott állok egyedül, mit tudom én, egy pohár borra, vagy akár csak egy vízzel, bármi. És akkor csapódgatok mindenhol, hogy ott van egy klik, ismerek mondjuk ott három embert, oda megyek, három mondat, de utána tudod, ők már úgy ott beszélgetnek. És amúgy sokkal jobb, hogy egyedül állsz ott, de áll melletted még valaki ugyanaz. Akivel nincs közös témád, mert csak most vetted meg fél órája neten. De tényleg, tehát hogy lehet, hogy azért van, hogy ne az legyen, mert az ciki, tehát valamilyen befolyásos ember vagy, ott állsz egyedül, a parti közepén lehet, hogy igenis kell oda megy valaki. Árakra kíváncsiak vagytok? Okay. Pasi kölcsönző óránként? Igen. Vagy napra megy? Jó, mondom. Nem mondom az árakat. A katalógusból választható férfiakat minimum 7 órás időtartamra lehet kölcsönözni. Az egy jó munkaidő. Igen. Mennyi? Bocs, előbb még a előző... Forintba lesz? Ilyenben, de utána itt van forintba is, de ez egy nagyon régi, bár mikori cikk. Majd mondom, hogy miért 10 éves inflációval cikk. Inflációval számolja az 10 éves cikk. 7 óra? Egy pasi kölcsönzőben. Egy pasi. Forintba? Mondjad forintba. Szerintem 30 ezer forint. Mi? Dehogy így. Japánban vagyunk. Japán, igen. Jó, de hát szerintem szóval, 300 ezer forint. Oké. Okay. 30 ezer jó volt. Mi? Ilyenben. 30 ezer ilyenért lehet. Az mennyi? Az 79 ezer forint. De aki... Akár, de 12 órát is el lehet tölteni bérpasival, annak 48 ezer jent, 126 ezer fontot kell fizetni 10 évvel ezelőtt. Ez olcsóbb, mint a limuzinod. De most már azért több. Tényleg kell meg pasit kölcsönözni éjszakára. De figyeljetek, ez, várjál, van prémium csomag is, de ez 10 évvel ezelőtt, csak majd ez a cikk rávezet valamire, még azt várjátok ki. Aki ennél többre vágyik, igénybe veti a prémium csomagot, 70 ezer jenért, az 184 ezer forint, melyben egy kirándulás is benne van a tokiói Disneylandbe. És a jegy is benne van már? Vagy hát gondolom. Meg egy kis cirógatás, nem tudom, hullámvasúton. De ott is csak aludni lehet. Persze. Figyelj, ha belegondolunk abba, most én tényleg belegondoltam abba, hogyha elmennék egy ilyen bérhölgyel, ne hívjuk eszkortnak, akit kivélek csak társnak egy estére, azt szerintem lejön rögtön, hogy ti nem 7 évet álltatok egymásra valahol a Dunaparton, a rakparton. Nincs és meg az a első szikra. Nincs, abszolút. De azért Japánban, ha ugyanúgy néznek ki az emberek. Neked néznek ki ugyanúgy. Szóval európai. Nem, igen, az európai. Szóval ez olyan, mint hogy... Meg például megnézted a Squid Game-et, láttátok, persze. Azért ott is különbséget tudtál tenni köztük. Hát ott igen. Nehezen, de tényleg ez csak neked hát európaiként olyan. Szóval, hogy ők, hidd el, hogy sokkal jobban... Lehet, hogy ők meg azt mondják ránk, hogy mi nézünk ki ugyanúgy. Mondjuk van hasonlóság köztetek. Szóval. Na, ez durva, hogy van ilyen Japánban. 79 ezer forint, bocs, nem sok. Hogyha elromlik mondjuk egy... Jó, mondjuk nem biztos... Drágább egy festőt kihívni. Igen, pont ezt akarom, most kétszeresét fizettem ki festőre. Igen, ja, aztán tudod, hogy azért... De várjál, kibérled úgy, hogy együtt megcsináljátok, és akkor így olcsóbbra jön ki, mint hogyha egy festés. Jó, nem, nincs az a szaktudás, nem feltétlenül van ott az a szaktudás, de egy festéshez, ha nem kell glettelni meg ilyesmi, ahhoz nem feltétlenül kell olyan nagy ismeret. Hogyha már glettelni kell, meg falat javítani, jó, meg izé, más, igen. Akkor az már más. De nyilván más, szóval, és ilyenkor oda van írva, hogy ő például tud festeni, vagy hogy van ez lelistázva? Nem regisztráltam, Bani, ne arra, hogy addig nem jutottam el. Nincsenek ott tulajdonságuk? Szóval nem tudsz kategorizálni? Hát, de ott tudja, hogy hát külső biztos van, mert a legfontosabb a külső, de szerintem azért egy felsővezető egy ilyen hölgyet, vagy ilyen pasit magával akar vinni, szerintem oda van az írva, hogy mit tanult, vagy mihez ért, oda kell, hogy legyen írva, de
szerintem a legfontosabb itt a külső. Tehát nem azért viszed el egy felsővezetői találkozóra, hogy ott a cég könnyeléséről beszéltek. De egyébként olyan furcsa, hogy ez nem hiába Japánba született meg ez. Szóval a Japánról mondják mindig azt, hogy a legilyen magányosabb társadalom. Nagyon. Régen ugye ő nagyon központban volt a család, tényleg a kis falvak, meg nem tudom, és annyira ugye hirtelen megnőtt a technológiával, igen, meg mindennel, és ilyen el vannak szigetelve egymástól az emberek, és látod, ez a magányosság, ez így visszaköszönt itt, mert hogy szükségük van arra, hogy akár csak valakivel együtt aludjanak, hogy ott legyen az a valaki, és mit azért mennyire magányos, mennyire szomorúnak kell lenni. A magány lenni, az a legnagyobb ilyen gyilkos a magány, de mennyire szomorúnak kell ahhoz lenned, hogy ha csak ott aludjon egy ismeretlen melletted, és ezért fizetsz, hogy ne legyél egyedül. Igen. Szomorú. De bocs, Japántól. Még mindig igen, jobb, mint hogyha nem lenne opciót fizetni, és nem aludna ott senki. Szóval még mindig egy talán egy picivel jobb annál, hogy egy kicsit egy kamu ember alszik. Ha valakinek ez élete, vagy ezen múlik, tehát hogy a depresszióból kihúzza ezt, hogy most éppen abban a legrosszabb pár napjában valaki, ott van veled valaki, tudsz akivel beszélgetni, és ez kihúzza, meg így semmi nincs benne. Jó, biztos van olyan szolgáltatás, ami nem feltétlenül lesz, hanem hogy tényleg idősekre, hogy kijár valaki, és akkor de hogy ha tényleg hirtelen kell megoldás, az jó, hogy erre volt egy portál, hogy na, akkor most kifizettem, holnapra itt van. De most szerintem ez már... Géles futárbe. Berakja a karton. Két dudat. Becsomagolva. Igen, és akkor csomagod lassan érkezik. Konnichiwa. Szóval szerintem most már a robotok fogják ezt átvenni. Ez egy jó téma, nem most menjünk ebbe bele, de igen, de jó téma, hogy már miket tudnak, milyen ilyen szoporobotok vannak, meg minden már nagyon para, hogy hol vagy. Most komolyan, nagyon durva, hogy voltatunk, de ez egy jó... Egyszer beszélünk egyik reggeli adásban szoporobotok. Ez egy nagyon jó téma. Holnap beszélünk már szoporobotok. Nem csak szoporobotok, ez holnapra egy nagyon jó aktuális téma, mert a Tesla is fejleszt robotot. Van ilyen, de ne, ez egy komoly, ez most megtörténik a világban, most röhögtök, de ez nem olyan, hogy most valahol, ez tudsz ilyet venni. A Tesla, nemrég volt cikkezés a Tesla, hogy fejlesztette egy új szintre lépett a robotját, most ebben nem akarok bemenni, nem néztem utána, de holnap készülök ebből. Na, Japánhoz képest mennyire lehetünk lemaradva évekbe? 20. Jó. Magyarország. Nem Európa, 50, hanem 50. Technológiában, ilyen, 50, bármiben. 50. Én egy 20-at mondanék. 50 év múlva már csak leszek repülőautó. De Japánban sincs. Azért mondom, hogy... Ja. 50. Én 20-50 között kiegyezünk. Na, figyelj, ott annyira minden robotizált, minden, annyira minden. Szóval el nem tudod képzelni. Én engem nem nagyon érdekelne, szóval még sose engem annyira is, messze van, hogy így nehezen vesz rá. De hát jó, mondjuk egyszer kell lerepülni. Igen, csak hogy nehezen veszi rá magát az ember. Meg annyira más kultúra, hogy van, akinek tudod, ez ilyen annyira idegen, hogy már nem is más, tudna. Igen, meg ugye a japánokra azt mondják, hogy nagyon kedvesek, meg türelmesek, ami szerintem egy európainak felfoghatatlan. De hogy tényleg, hogy oda mész. Annyira szeretem, igen. Oda mész, és egyszerűen nem érted, hogy az adott ember miért ilyen kedves veled. Aha. Szerintem ez tök szomorú amúgy. Hát, hogy igen, mert hogy itt, ja, hogy ők a kedvesek? Ők a kedvesek és a türelmesek. Én, nekem van egy ilyen furcsa észrevételem, hogy azt hiszem náluk illik böfögni. Igen, kajak. Az a jelzet. Meg köpni is. Meg fingani is. Ez nekem furcsa egy kicsit. A fingásban vagyok biztos. Dobjunk bele mindent, hányni és nem, fingani. Nem csak, az a jelzed állítanak, hogy a kaja, hogy finom volt. De ez a japánoknál, nem a dél-koreaiaknál? Hasonló. 20-30 évet mondtatok, igen. 20-50, mondjuk 20-30 évet mondtatok. Na, van egy magyar oldal, egy magyar vállalkozó szellemű, aki meghaladta, egy kicsit előre sietett az időben itt Magyarországon, ugyanis ez a pasi kölcsönző, ez megtörténik nálunk. Ez most már itt vagyunk a jelenben, a mai napban itt vagyunk. Most? Ha, tehát itt van előttem egy oldal, nem mondom be az oldal nevét, de itt van előttem az oldal, látod, tehát tényleg itt van, megtörténik, és konkrétan be tudok regisztrálni e-mail cím jelszó, regisztráció nőknek, regisztráció uraknak, és itt a pasi kölcsönzőben tudok pasit kölcsönözni. Most, Magyarországon, nincsenek fent árak. Ma estére, árak? Nem regisztráltam be, nem rossz ötlet amúgy. Majd, nem gondoltam, hogy ennyire érdekel. Majd otthon beregisztrálom. Nézzünk ki egyet, és nézzük meg, hogy mennyi lenne. De nem tudsz így, mert regisztrálni. Milyen pasit kölcsönözünk? Kölcsönözünk egyet egyik adásba. De várjál, tényleg egy adásba tudsz kölcsönözni? Kölcsönözünk egy pasit. Ez egy jó drága adás lesz 80 ezerről. Majd, hogyha jobban termel. Ha donétekből összegyűlik, kölcsönzünk egy pasit. És akkor megnyitom a weboldalt, és azt látom rajta, hogy 3 darab ilyen nagy blokk van hölgyeknek. Pontosan értjük, mire gondolsz, nem azért vannak igényeit, hogy engedj belőlük, a részletekre odafigyelni nálunk nem luxus, hanem a gondolkodásmód. Segítünk, hogy soha ne kelljen kompromisszumot kötnöd abban, ami igazán fontos a saját életedben, a saját boldogságodban. Yeah. Jó a marketing, Duma. Szóval ezt jó direkt nőknek írták ezt a szöveget. Ez nagyon jó a marketing, de azért nem, tehát hogy... De egyébként nem túl bizonyomgerjesztő a weboldal, mert ránézel, piros és fekete. A fekete az meg egy kicsit ilyen taszító, szerintem egy weboldal. Ilyen dark webes kicsit, nem? Igen. De most a design az mindegy, a lényeg az, hogy van ilyen. Legyél kísérő.
Youtubereknek új videó. Rendeltem egy embert a Dark Webről. Biztos lehet egyébként regisztrálni ezt, hogy te, mint pasi. Persze. Igen. Figyelj, legyél kísérő. Talpig úriember vagy. Figyelmes, segítőkész, udvarias, őszinte. Van ilyen? Jegybe. Van ilyen férfi. Sokan ezt gondolják maguk. Jó. És valahogy sosem jár érte pont, nem igaz? Mintha a világ épp az ellenkezőjét keresne egy férfiban, pedig szó sincs erről, aki számítanak pontosan ezek a klasszikus értékek jelentik a legtöbbet, ezért keresnek éppen téged. Szóval, hogyha én azt gondolom, hogy rám illik ez a szöveg, szívesen kis mellékes az egyetem mellé. Igen, akár. Így van, és akkor a sugar mamikat elkísérem. Hát az 7 órára 80 ezer. De ne, az 10 éve volt Japánban. Jó. Az 10 éve volt Japánban. Várj, az elgondolkozik rá a bizniszen. Holnap van itt egy üres szék. Barni holnap reggel dolgozik, mert kísért valakit, az sokáig tartott a buli. Még egy rólunkat elmondok, mert nem lehúzni akarjuk ezt az egészet, tehát hogy ha valakinek erre igénye van, akkor most a Magyarországon van rá lehetősége. Hiszünk abban, hogy a férfiak és a nők szeretnek egymásért élni. Hát igen. Hiszünk igen. Abban, hogy egy magabiztos önmagára adó férfi és a saját életére megfelelően igényes nő kiegészíti egymást, ez is tök igaz. És látjuk, mennyire kevesen hisznek ma ugyanebben, úgy éreztük, szükség van ránk, szívesen. Figyelj! Kicsit ilyen nagyképű. Nem! De jó, oké, rendben. Egy új szolgáltatás. Beregisztráljak? Most így élőben beregisztrálj? Nem. Regisztráljak be? Nem most, majd inkább jó. Otthon regisztrálj be. És Max... És mondd el az élményeidet, hogy milyenek voltak. Jó, elmond. Nem az élmény. Vagy, vagy regisztráljunk mi be, és a Henryt megtaláljuk, és berendeljük őt itt. De bárki esetleg akár ebbe üzleti lehetőséget lát, hogy ő elmenne kísérgetni embereket, most már van rá Magyarországon is lehetőség. Lehet ennek szép oldala is, na. Hogy azt írják, hogyha például olvasok felajánlanak tripla fizut, akkor csak belemész kísérőként a plusz dolgokba. Tos. Jó felvetés. Szóval, hogy tudják ellenőrizni azt, hogy ott nincsen himi-humi? Gondolom, hogy izé biztos van himi-humi. De az a, nem, ez az a baj, hogy szerintem annyira ilyen elborult ez az egész, hogy... No. De miért? Szóval eszkortok nem tudom, mióta léteznek. Szóval, hogy... Amióta pénz van. Igen, az is érdekes, hogy az meg normál. Az normálisabb, elfogadott? Mint hogy egy alvásra kibérelsz valaki. Igen, lehet, igen, jogos. Hát azért ez egy ilyen premium package azért jobb, mint az, hogy átmész és akkor 15 perces szevasz. Jó, helyezzük magunkat ebbe bele. Azt mondjuk, most ne a 30 vagy 78 ezeret nézzük, mai számokat nézzünk. 7 órára 490 ezer forint. Oh. Annyit nem adnék. Nem te, de várj, neked adnak. Várjatok, ja. Nektek adnak 490 ezer forintot 7 órára. Szinglik vagytok. Semmi kapcsolat, semmi. Szinglin, elmész egy operába, mondjuk. Ott az van egy rendezvény, kristálypohár. Nem elég. Várj, de kristálypohár, prémium pezsgők, letolod az estét, csak mosolyognod kell, egy-két point elnyomsz, ha úgy 490 ezer forintot mondtál? Igen, mi már számol? Ráraktad az áfát, vagy mit számolod ki? Azt mondtam, ennyi. Mennyi jött ki? Közel 15 millió forint. Azt a jó, akkor Instagramon lehet nálam jelentkezni, hogyha valaki érdekel ilyen pasi kísérés. Várjatok, 490, 7 óra, mit tudom én, délután 3-tól 10-kor vége van az egésznek, majd azt mondja a nő, mondjuk egy 10/8-as, 33 éves, 10/8-as, egyedülálló, jómódú nő. Azt mondja, hogy... Legyen másfél millió. Aha, most itt pluszba adok KP-ba, úgyhogy a közvetítő cégen kívül adok plusz 1 millió forintot, de akkor le kell feküdnöd velem. De igényes, jól néz ki, tényleg szerintem... jó módú. Nem tudják, hogy legyetek őszinték. Singlin, azt mondjátok, hogy nem. Őszintén azt mondom, hogy menjem. Megkérdezném, hogyha két menet adunk, akkor az két millan, mert akkor menjünk. De tényleg, ez abban az esetben, hogyha igényes, amúgy jó fej volt, szóval nem az volt, hogy lehol, meg hogy így dobál össze-vissza engem, hogy kb. Itt van ez az izé kis, nem tudom, ő a kísérő, meg hogy izé, de hogyha így van már egy ilyen kis jófejség, igen. Mintha kiskutyája lennél, na, mondjuk ki. Ha úgy tényleg sivogat. Nekem az egész nem szimpi. Tehát hogy ellenőrzik? 15 millió havonta. Jó, az más, nyilván nem tök jó, de hogy akkor is annyira egy ilyen semmi emberi érték nincs ebben szerintem. Az persze, nincsen. Még egy dolog, hogy ugye Japánban ott volt, a japán cikknél ott volt, hogy tiltva van az alkalmazottaknak, hogy ott alvásnál több legyen. Hogy ellenőrzik, hogy rajtad egy ilyen nyomkövető, mint a börtönből a házi őrzetnél? Nagyon ja. Felkúszik a pulzus, akkor történt itt valami. Lehet a pömpölön, van valami. Ilyen nanotechnológia. Egy olyan alsógatya, amit nem tudsz, levenni. Tudod, hogy a börtön. Vagy mint a horror akadvában van az az alsógatya, ami rász. Ja. Nem tudom, hogy lehet ezt elmondani. Nem, van az a kör. Én azt mondom, hogy jó, hogy van ilyen. Jó, hogy van ilyen, van az a kör, biztos. Most mi magunkból indulunk ki. Azt írják, hogy nem vagyok eszkort, de az egy milla, az egy milla. Van benne valami. És ha ezt egy 80 éves mondja, jó kérdés. De mi van, 80? Nem tudom, hogy mi lenne az a határ, ahol azt mondom, hogy még igen, és már nem. Nekem nagyon nem. És akkor menne följebb, akkor másfél millió. Azt írják, hogy egy millió, akkor is egy millió, hogyha 80 éves. Ki ez a csáv? Ez nagyon jó fej.
Nem megoldás. Nem megoldás, de még mindig jobb, mint hogyha depresszióban lenne, és magá, és igen, de ugyanazt az időt, amit mondjuk, persze nyilván, de ugyanazt az időt, amit erre ráfordít, azt a 7 órát, és ezek ráfordíthatná valami másra, és esetleg szocializálódhatna. De lehet, hogy egy olyan introvertált valaki, hogy nem tud kimenni egy kocsmába, és azt mondani, hogy én most jól fogom érezni magam, mert belép, légszomja van, és akkor inkább azt mondja, igen, viszont ez nem megoldás, szóval ez nem fog egy hogyha meg itt van ez a valaki, akivel könnyebben már elmész valahova, mert ő mégiscsak azért... Egy kapaszkodó. Igen, így van. Egy kapaszkodó. Nagyon sok embernek kell egy kapaszkodó, szóval én meg tudom ezt az egészet érteni. Hogyha lebuksz a víz alá, akkor ő fel tud húzni téged. Szóval, hogy tényleg az van, hogy annyira magányos. Igen, utána meg átmegy az egész abba, hogy akkor már csak vele mész, és akkor... Szóval nem jutsz el odáig, hogy tényleg egy kicsit is kiugorja a komfortzónádból, és megold a saját problémádat. De van, akinek ez pszichésen nem megy. Lehet. Érthető az oldal. Persze, érthető. Én azt megértem, meg azt értem, hogy ez ugyanazt tudod. Nagyon jó példát mondok, most is itt a tüdő bajommal voltak gondok. A Ventolinra, ami egy hörgő tágító, azt mondta nekem az orvos, hogy az átmenetileg enyhíti a tüneteket. Viszont az nem egy gyógyszer. Így van. És ez nem hozza helyre, ami a testedbe zajlik, és szerintem ez ugyanilyen, hogy ez sem egy gyógyszer, hanem enyhíti a tüneteket. Jó. Aláírom, ez olyan, mint a torokfájás, tök jó példa, mint a torokfájásra, nem tudom, a kataflámot vagy algoprint veszel be, hogy te nem fog fájni, de attól még ugyanúgy lesz a betegség. Ez igaz, hogy enyhít, hogy egy, érted, van egy ilyen kapaszkodó, akiért fizetsz, és nem egy igazi barátság, nem egy igazi kapcsolat, de ha mégis ki tud húzni, és egy picit akár tud segíteni abban, hogy utána tudjál szocializálódni könnyebben, akkor tök jó, hogy van ilyen opció. Igen, csak nem segítség, a kis segítség, de a nagy százalék az nem úgy áll hozzá, a betegséget pszichológussal tud megoldani. Szóval, hogyha ilyen mentális dolgokkal küzdesz, akkor keresd fel egy szakértőt, mert tényleg vele vagy ezeket. Menj el, nézd meg a szombati videót, a Wim Hof-os Sanyis videónkat, igen. És menj el Sanyihoz. És ezt viccen kívül mondom. Nagyon jó. Tényleg amúgy nem is pszichológus, 30 perces videó jön ki szombaton, srácok. Annyit vágtam tegnap, hogy kiégett a szemem. Nem is pszichológus, de mégis egy, tehát mennyire durva, hogy a saját magadon mennyit tud segíteni az egy kis elmejátékkal, egy kis pár gyakorlattal. Egy kicsit már elmentünk mélyebbre, hogy magányos, meg depressziós ember. Azért ez a szolgáltatás főként... Annyit még írnak, hogyha valószínűleg valaki nagyon introvertált, az nem fog egy ismeretlent felbérelni. Ez is igaz. Azt mondom, igen, túlságosan elmentünk. Ez az egész oldal arra van, hogy ha valakinek kell társaság valamilyen élményre, valamilyen eseményre, rendezvényre, nagyon sok ilyen van a világban, akkor tudsz. Képzeljétek el, egy papagáj lebuktatta a gazdáját, így derült ki, hogy a srác megcsalja a csajt. Igen. Ezt én hallottam. Friss sztori. 2011-es, tudod, tök friss. Nem, tényleg. Hát 10 éve hallottam. De friss. Nem, hogy friss, tegnapi. Egyébként hallottatok már papagájt beszélni? Aha. Igen. Nekünk az egyik ismerősünknek volt papagája. És tudod beszélni? Aha. De én soha is nem hiszem el, hogy tanítják meg. Komolyan nem, mondom. Nem tanítják, szóval nem ázott és mondod, hogy keksz. Átveszi tőle? Keksz, hanem így, aha, egyszer csak így. De nem úgy beszél, hogy most... Szevasz, ja, nem így fog artikulálni, hanem mondjuk azt mondja, hogy kocsi, akkor azt mondja, kocsi. Szóval ilyen kicsit ilyen... Tehát akkor ilyen összetett mondatok nem mennek. Nem, szavakat tudnak mondani. Meg ilyen... Figyelj, nem tudom, Laura, amúgy a csávod lefekszik valakivel. Ezt hogy mondja? Kuki! 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 Érted, egy szóval, hogy lehet ezt összefoglalni, ezt az egész... Elmondom, hogy történt, mert megvan. Összetört egy nő szívét egy papagáj, miután véletlenül elárulta, hogy a barátja egy ideje megcsajolt egy másik lánnyal. A különös eset a férfi házában történt egy látogatás alkalmával, amikor a barátnő meglátogatta a párját, arra azonban nem számított, hogy Percynek hívják, okay. Percy a férfi házi kedvenc egy másik nő nevét fogja emlegetni. Jess. Igen. Jess. A nő esetről vasárnap a Redditen számolt be, elárult, hogy a madár a Jess nevet emlegette, ami nem az ő neve, sőt egyáltalán nem is ismeri ilyen nevű lányt. Ekkor kezdett el gyanakodni, hogy vajon ki lehet a titokzatos nevű nő. Basszus. Azért tudod mindent, tehát lehet, hogy kipuszolod a lakást, mindent kimosol, mire megérkezik a barátnőd vagy a feleséged. Igen, az állatra nem gondolsz. Megérdemli a férfi, azt mondom, szóval, hogy... Persze, hát nem szép dolog, sőt. Megkérdeztem a barátomat, hogy miről beszél ez a madár, de ő csak nevetett és őrültnek nevezte a madarat, hát persze. Azonban, ahogy telt az éjszaka, észrevettem, hogy a barátom idegesen nézegette a telefonját, és mindig a kijelzővel lefelé fordítja. Mondjuk itt ez már egy ilyen... Az már egy ilyen. Nagyon amatőr. És akkor egyenesen rákérdezett a lány, és kiderült, hogy megcsalja. Ennyi a sztori. Jó, kösz. Oké, mehetünk tovább. Ne, várjál, szóval, hogy... Én pont ezen gondolkoztam, hogy Tobi elviselhetetlen lenne, hogyha tudna beszélni, mert ő mindig rád akart taponni, és szia, Mizu, mit csinálsz? Jöhetek veled? Igen. Jó, oké, megyek veled, oké. Menjünk tovább az utolsó témánkhoz. Ez, Ábel, ez neked lesz, főleg, mert te vagy a nagy, imádja a filmeket. Ez jó téma. Most volt. Ne, hát most van ilyen is. Golden Globe gála. Adom. Erősen fogok sokat, nem néztem. Golden Globe. Én csak az összesítéseket láttam. Én is az összesítőt néztem. Milyen gálák vannak Magyarországon? Nem ez a téma, csak úgy van Joy, van Woman of the Year, Glamour, Man of the Year, Playboy. Creator Awards. Az most volt, ugye először. Szerintem az lesz is.
De biztos tudja, hogy lesz még. Mi van még? Nagyokat tudunk mondani. Sztori gála, ugye most már nincs, de sztori gála, talán az volt a legnívósabb. Mi kell ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy egy ilyen gála, ugye egy ilyen gála van, amikor mi voltunk, hogy mentünk? Egy bulinak fogtuk fel az egészet, nyertünk is, ugye a trióval is nyertünk már, például a Joyon. Hogy mentünk el? Hát, hogy bulizunk. Az volt mindig a cél, jó, mindig jól is éreztük magunkat. Mi kell ahhoz, akkor a sztár legyél, vagy hogy odáig eljuss, amikor egy golden, ezt sem tudom kézdeni, hogy felrobbannék az örömtől, amikor meg lennék hívva, hogy csak nézhessem. Yeah. Ben Affleck, de van róla egy, nem egy, hanem egy csomó videó, ahogy szarra unja magát. Kicsit betűtik kézve. Én abszolút megértem. Képzeld, de ott volt már 20 ilyen gálán. Jó, de várjad, de tegyük, figyelj, kiváltságos élethelyzetben nívós, vagy. Nem arról van szó, hogy nem nívós, nagyon nívós. A nívós, csak... de egy kiváltságos élethelyzetben vagy, hogy először is elmehetsz ilyen helyre, jelölt vagy ilyen helyen, mindened megvan a világon, dolgoztál, értem, mert zseniális színész, de hogy mindened megvan, egy dolgod van, hogyha elmész egy ilyen gálára, szerintem az nem baj, hogy kicsit megosztó vagy, és még olyan ruhát veszel fel, olyat mondasz, de hogy unott pofával ott tűz végig, igen, ez... egy olyan kiváltságos helyzetben, amiről érted a gálára. Ha már elmész, akkor legyél, akkor legalább igen. Csinálj úgy, hogy hú, de érdekel. Legalább mosolyog. Mert akkor inkább ne menj el. Azt szerintem sokkal egy tisztább döntés. Figyelj, hogyha azt nézzük, hogy most a Creator Awards lesz szerintem majd itt a legnagyobb gála, szerintem ezt azért mondhatjuk. Ja. Nagyon megosztóak a vélemények, itt most az független mint attól. Minden gáláról. Szerintem az, el tudom képzelni azt, hogy negyedik, ötödikre már annyira nekem se lesz kedvem elmenni, és majd nekem is az, hogy vagy nem megyek el, vagy pedig elmegyek, de viszont akkor úgy is viselkedek, hogy jó. Köszönöm, hogy meghívtatok, mert azt szerintem egy gesztus, hogy úgy viselkedsz egy gálán, hogyha meghívnak, hogy happy vagy akkor maradj otthon tényleg. De ha jelöltek, ha nem jelöltek, ha meg vagy hívva és elmész, szerintem az a minimum. Mondom, egy olyan helyzetbe vagy, hogy csak hogy oda mész, nem tudom, kapnak-e pénzt azért, hogy oda mennek, ki tudja, de hogy egy afrikai falutban el tudna belőle, meg tudna etetni, akkor legalább mosolyogjál már megitatni. Az Oppenheimer viszont tarolsz. Hú, nagyon jó. Nagyon én ennek örültem nagyon. Láttátok? Én láttam. Ez már egy záró téma tényleg. Nem, tudom, nagy. Én se láttam. Bajom, de nem láttam. Én láttam, és nagyon örülök egyébként, hogy ennyi, szóval a legjobb best male supporting. Azt mondom, hogy miket. Magyarul ezek a címek. Mindjárt elmondom, szóval miket, de hogy ne, legjobb ami... színészdi drámában, dráma kategória, az a Murphy, a hát főszereplő, ugye ő volt a főszereplő, nem láttam. Murphy, aha, igen. Jó utolja most, aktív. Nagyon, hát meg a Peaky Blinders is mit megfú, az zseniális. Mármint, hogy egy az egy zseniális. És tudtátok, hogy egyébként teljesen elzárni magát a social médiától, TikToktól, Instagramtól, mindentől. Tudom, látszik is majd, szerintem. Szóval azért egy ilyen karakter. Minden zseni valahol fur. Igen, tehát hogy benne van. Legjobb mellékszereplő Robert Downey Jr. Robert Downey Jr.-ról akarok egy vicceset izén mondani, mert hogy úgy lépett ki a speech-et elmondani, hogy I took beta blockers, so this is gonna be a breeze. Az azt jelenti, hogy beta blockereket szedtem be, úgyhogy ez most nagyon könnyű lesz, mert elvileg a Robert Downey Jr. nagyon ráparázik ilyen social eventekre. Aha, akkor beszélni kell. És nagyon, nagyon nem szeret így sok ember előtt beszélni. És ez a beta blocker elvileg pont egy olyan helyet, egy olyan impulzust nyom el az agyadba, hogy nem tudsz annyira, nem tud az adrenalin termelődni, és nem tudsz annyira ráizgulni egy ilyen social dologra, vagy egy ilyen közönség előtt beszélgetésre. És ott, amikor ezt így mondta, amikor átvette a díjat, akkor nagyon sokan röhögtek. Hát tényleg így van. Na, úgy nem láttuk, Barni sem is láttam, de nagyon sokan mondják, hogy nézzük meg, mert zseniális, nagyon hosszú, ugye? Az volt valami nyomásom róla, hogy olyan volt, mintha végig egy trélert néztél volna. Szóval olyan mozgalmas volt, végig egy olyan mozgalmas volt, ellentétben a Megfojtott virágokkal, ugye Martin Scorsese-nek a filmje. Azt meg azt mondta, hogy ne nézzük meg. Azt meg ne nézzük. Ha nem szeretitek a filmművészetet, 3,5 órás, hogyha nem szeretitek annyira filmművészetet, utoljára Gyűrűkora volt ilyen hosszú, mint végig. Nem érdemes megnézni, mert egy nagyon lassú film, egy-két mit tudom, robbanással, vagy lövöldözéssel, vagy ilyesmi. De fura, hogy ma már ilyet csinálok, mert minden film arra megy, hogy mennyire pörög. Tehát, hogy megnézek nézem a Star Wars, igen. Most kezdtem, mert soha életemben nem láttam, nézem azt, hogy annyira melyiket, nagyon jó. Melyiket? A régieket? Úgy nézem, hogy 4-5-6, és 1-2-3, és most a másodiknál tartok. Tehát a 5-et nézem, a másodikat tart. Nem, és ott tudod, hogy ott már beletettek egyébként egy csomó plusz CGI-t, hogy, igen. Hogy érdekesebb legyen. Várjál, nagyon lassú volt. Nem is csak a vizuális része, hanem az, hogy mennyire durva, ha cselekményt nézem, hogy ma megnézek egy Star Wars részt, mennyi 2,5 óra, ma egy 48 perces sorozat részbe több minden történik, mint egy 2,5 órás Star Wars részbe. Nagyon jó a Star Wars, nekem nagyon tetszik. De hogy annyira nem az, hogy lassú, mert azért történnek benne dolgok, meg az átfedések, hogy így beszéd közben fogja, hogy jön egy váltás, és már másik témában vagyunk, de hogy annyira, mintha egy sorozat részt néztem volna meg, vagy még egy sorozat rész felét, annyi minden történt amúgy a 2,5 óra alatt. De végignézed, mert megfog, de hogy nagyon gyúran, mennyire felgyorsodunk, és fura, hogy most csinálnak 3,5 órás lassú filmet, amikor nem erre van.
Igény. Igény, úgymond. Az igen. Emberek felgyorsultak. Az az érdekes, hogy amióta én például... Igen, csak akkor a neve a Scorsese-nek, hogy megtehetjük. Persze. Hogy ne, hát a Hollywoodos film is, azt se láttam sem, hogy ezeket be kell bótanom. Nekem a filmnézésben az változott, hogy amióta például Dáviddal rendszeresen együtt dolgozunk, és azért Dávid egy filmes szemmel nézi mindig, nagyon én is beleláttam abba, hogy ő hogy dolgozik, hogy mostanában én is a moziba eszembe jut néha, hogy kicsit így, mint hogyha a kamera mögé kihuppannék, és hogy hogyan veszik fel, hogyan van bekomponálva egy kép, hogyan van megcsinálva, és milyen ami nekem nehéz. Nagyon tetszett, egyrészt milyen nehéz, meg hogy milyen kreatív módon tudnak például, amikor van egy színvászon, és akkor csak az egy ötödébe van benne az ember, és a többi meg csak tér. És hogy is, milyen jól össze van rakva. És utoljára, ami nekem ilyen film nagyon tetszett, és nagyon át tudtam én, és tényleg azt mondom rá, hogy cinematic value-ba tényleg nagyon-nagyon jó volt, azt meg szerintem neked mondtam is, te is ott voltál, vagy közösen mentünk, az a James Bond volt. Uh-huh. A legutolsó James Bond. Nekem az annyira tetszett, nagyon az annyira jó. Jól össze van rakva. A No Time to Die, ugye? Nagyon nem jó. Tudom. Nagyon nem, jó. Tudom, nem tudom követni. Kíváncsi az, aki lesz az új James Bond. Mindent mondanak. Mindent mondanak. Hogy fekete szerintem, ő... aki nagyon jó, nagyon jó James Bond lenne, az a Tom Hardy. Szerintem. Jó lenne. Ő brit is, ő egy karakteres, férfias, ő szerintem nagyon jó lenne. Szóval utánunk. Az, utánunk. Ami durva, persze. Nagyot menni. Ami persze. Durva egyébként, hogy 20 éves a Gyűrűk ura, még mindig megnézed, és igen. Annyira szép. És jól, szépen van megcsinálva. A Mordor. Elvileg az volt a legteteje a film készítésnek, onnantól kezdve. Én erről olvastam egy teóriát, nem tudom, nem értek hozzá, de hogy állítólag azért ilyen, meg például Jurassic Park is, meg ezek a régi filmek azért néznek ki ennyire jól. Annó képkockánként volt kirenderelve a legeslegutolsó film. Mennyi idő nem az? Tudom, és nem az volt, hogy mondjuk egy-egy képkockát, szóval amikor például mozog a dino, akkor megcsinálunk belőle 20 képkockát, és úgy lesz a végén 200 képkockás, hogy kihelyettesítjük AI-jal a köztelévőket, hanem hogy frame-enként volt megcsinálva az összes. Aztán lehet erre cáfoljatok rá, nem tudom pontosan, ez így van-e. Holnap találkozunk, reméljük 7-kor és időben fogunk találkozni. Vissza tudjátok nézni tényleg a Trio live csatornáján. Találkozunk hamarosan. Holnap reggel 7-kor. Így van. Találkozunk holnap reggel. Jó napot, szép napot. Sziasztok. Megyünk aludni, sziasztok. Hello.